Önök a Hírhetet, az Emprém Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinkkel kezdünk. Gépészmérnököt és védőnőt képezhetnek jövő tanévtől Sátoraljaújhelyen. Tanévnyitó a Comenius Campuson. 161 elsőéves hallgatóval kezdődik az első egyetemi tanév. Jubilált az újhelyi dohánygyár, 700 alkalmazott a tradicionális vállalatnál. Két szakon indíthat képzést a Miskolci Egyetem a 2017-18-as tanévben. Gépészmérnöki és informatikai karának gépészmérnöki szakán nappali duális képzést, az egészségügyi karon védőnői szakon levelezős képzésre jelentkezhetnek a diákok. Az erről szóló határozatot ma kapta készhez az önkormányzat és az egyetem. Ez azt jelenti, hogy elindulhat a toborzás a környékbeli végzős diákok között, akik a 2017-18-as tanévet már Sátoraljaújhelyben is megkezdhetik. Sátoraljaújhely város polgármestere és a Miskolci Egyetem rektora idén tavasszal írták alá azt az együttműködési megállapodást, amely a felsőoktatási közösségi képzőközpont létesítéséhez szükséges. Ez a dokumentum volt az alapja annak, hogy az Oktatási Minisztérium engedélyezze a kihelyezett felsőfokú képzés beindítását a városban. Az egyeztető tárgyalások több mint egy évet vettek igénybe. Felmérték például a diákok igényeit és a Miskolci Egyetem lehetőségeit, illetve megkérdezték a helyben lévő vállalkozásokat is, nekik milyen diplomás szakemberekre lenne szükségük. Ennek megfelelően a következő tanévben két szakon hirdet képzést az egyetem. A működési engedély kiadása innentől kezdve egyenesen jelenti azt, hogy Sátoraljaújhelyben a Miskolci Egyetemmel karöltve kettő képzés, műszaki gépész, illetve egészségtudományi területen képzés érhető el egyetemi szinten, tehát Sátoraljaújhelyben egyetemi oktatást tud biztosítani a Miskolci Egyetem, és itt egyetemi képzést tudnak igénybe venni a jelöltek, a jelentkezők. A város polgármestere szerint örvendetes, hogy az oktatási kormányzat lehetőségeit ki tudták használni, hiszen ezzel is segíteni akarják a fiatalok helyben tartását. Ezért már a hetekben elindul a toborzás a környékbeli középiskolákban és a jelentkezők tájékoztatása. A tervek szerint a központ a Kossuth Lajos gimnáziumban lesz kihelyezve. Hivatalos okmány most született meg először, arra vonatkozóan, hogy ehhez az akarathoz megkapjuk a központi hozzájárulást is. Rajtunk múlik, a diákokon. Az a cél, amit nagyon-nagyon régen talán államként tűztünk magunk elé, hogy felső oktatási intézmény működjön Sátoraljaújhelyben, nem újhelyi, hanem miskolci, de Sátoraljaújhelyben. Ez egy óriási hír és egy óriási siker, hogy most ezt én be tudom jelenteni. Természetesen az újhelyi képzési központot választó diákoknak is ugyanolyan ponthatárokkal és képzési követelményekkel kell számolniuk, mint a Miskolcon tanulóknak. A képzések akkor indulnak el, ha mindkét szakra minimum 15 hallgatót tudnak felvenni. 161 elsőéves hallgató kezdte meg a 2016-17-es tanévet az Egri Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán. A Művelődésháza színház termében megtartott ünnepélyes tanévnyitón elhangzott, ismét egyre kedveltebb az intézmény a fiatalok körében. Ennek köszönhető, hogy a hagyományos képzések mellett új szakirányok is megjelenhettek. A Sárospataki Művelődésháza színházterme adott otthont az Egri Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa ünnepélyes tanévnyitójának. Az eseményen megjelentek az egyetem többi kampuszainak vezetői is. A diákok és szülők jelenlétében dr. Kelemen Judit főigazgató kiemelte, ebben a tanévben is erősödött a felsőoktatási intézmény, aminek köszönhetően a hagyományos képzések mellett újdonságok is megjelentek. Idén indítjuk először a csecsemő és kisgyermeknevelő szakos alapképzést, amellyel bővítettük pedagógus képzési profilunkat. A turizmus, vendéglátás, csecsemő és kisgyermeknevelő, valamint programfejlesztő informatikus felsőoktatási szakképzések mellett ebben a tanévben először a szülészborász felsőoktatási szakképzés is beindul a kampuszon.
Ezen kívül szakirányú pedagógus továbbképzéseken és műveltségterületi részismereti képzéseken kezdhetik meg tanulmányaikat a felvételi eljárásban sikeres hallgatók. Gratulálunk eredményes felvételiükhöz, értékes és hasznos tanulmányokat kívánunk, valamint azt, hogy tanulmányaik mellett ismerkedjenek Sárospatak kulturális értékeivel, a régió nevezetes kulturális és történelmi örökségével. Liptai Kálmán rektor ezt követően arról beszélt, hogy valamennyi kampusz sajátosságokkal rendelkezik, és ettől válik igazán színessé az egyetem képe. Sárospatak elsősorban a történetiségével és hagyományaival erősíti a felsőoktatási intézményt. A mai nap legfontosabb üzenete számunkra, hogy a következő évek történetét közösen írjuk. Önök kedves elsőéves hallgatók, és mi, akik immár az egyetem állandó társadalmát alkotjuk. Ez a világ attól lesz szép és igazán emberi, ha megtalálja mindenki a saját álmait és a saját alagútját, ami a megvalósuláshoz visz. Az, hogy itt vannak, azt jelenti, hogy egy fontos lépésen már túl vannak, és ennek mindannyian nagyon-nagyon örülünk. Ezt követően az első éveseket kézfogással köszöntötték az egyetem és a város nevében, majd a fiatalok letették a hallgatói esküt is. Én Váradi Tibor fogadom, hogy hazámhoz, Magyarországhoz mindenkor hű leszek. A sárospataki felsőoktatás nemes hagyományait tiszteletben tartom. Értékeit gyarapítom. A kampusz életében idén is gazdag szakmai programok várják majd az oktatókat és a diákokat, hangzott el zárásként. Sátoragya új helyen a dohánygyár az egyetlen olyan vállalat, amely egy háborús év kivételével 125 éve folyamatosan üzemel. A 125 évből 20 évet a Continental dohányipari csoport vezetésével élte meg a cég. A kettős évforduló családi nappal ünnepelte a gyár. A cég vezetői, a dolgozók és azok hozzátartozói egy kellemes délután töltöttek együtt a Városligetben. Az idén szintén jubiláló dohánygyári fúvós zenekar hívogatójával kezdődött a dohánygyár jubileumi rendezvénye. Kettő születésnapot ünnepel a vállalat, 125 éve indult a dohányfeldolgozás Sátoralja új helyen, és 20 éve indult el, akkor Vétaba Kerté néven az új vezetés, amely ma már Continental dohányipari cégcsoportként működteti a vállalatot. A hagyományok megtartása mellett az elmúlt 10-12 év az innovációról is szólt. Ezt tartotta meg a magyar tulajdonú dohánygyár. Az a 20 év az már egy cég életében az már nem kevés, én azt mondom. Ha 20 év alatt meg tudtunk maradni, akkor úgy gondolom, hogy a következő 20 évben is, hogyha egyre jobb minőségi terméket tudunk is gyártani a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően, tehát gyakorlatilag nem maradunk le a világcégeknek tűnnek tőle minőségben. A Sátoraljaújhelyi dohánygyár a város egyetlen olyan cége, amely egy háborús év kivételével folyamatosan működött. Akkor szivargyártással kezdődött a cég munkája, és ma ismét az egyik legsikeresebb terméke a szivarka a vállalatnak. Az elmúlt évtizedben jelentős termékkínálat bővítéssel maradtak meg a piacon, és a két éve beindított dohányexpandálás újabb lendületet adott a cégnek. Először nyitottak a fogyasztási dohány csomagolás felé, utána egy régebbi típusú szivarka felé, filteres cigarettahüvely gyártásba fogtunk, és aztán legvégül most visszatértünk a gyökerekhez, mert természetes dohánylevéllel burkolt szivarkákat is gyártunk, de amellett megmaradtak a portfóliónak a többi elemei. Sátoraljaújhely egyik legnagyobb foglalkoztatóját igyekszik támogatni az önkormányzat is. A szinte minden vállalatnál jelentkező diplomás szakember hiányt például helyben indított mérnöki képzéssel szeretné enyhíteni a város. Elkezdjük az egyetemi képzéssel, egyeztetek a középiskoláinkkal, hogy a szakképzés is olyan irányt vegyen, ami kielégíti a céget, például a dohánygyárnak az igényeit is. A helyi foglalkoztatás mellett a szabolcsi dohánytermesztők megélhetése is függ ettől a magyar cégtől, ezért is fontos ennek a cégcsoportnak a sikeressége. Ezt már a térség országgyűlési képviselője mondta a családi nap megnyitóján. 500 munkahely és 20 ezer kistermelő, az hiszen megírja a harcot a multinacionális cégek ellen. De most már
a piac kibékült, úgymond, és a hál' Istennek ebben már nem látok nagy problémát. Természetesen a munka és a vállalat életének megtárgyalása mellett a családi nap inkább a szórakozásról szólt. Az ünnepségre közel 700 dolgozó és azok családtagjai látogattak el. A szórakozásról a fellépő vendégek, az ellátásról számos kantin gondoskodott. A sportnap is volt tavaly például, a szakszervezet segítségével a cég is beszállt a szervezésbe. A sportnapon is ott voltak a családtagok, és most a jelen rendezvényen és a családtagok is részt vehetnek. Természetesen mindent ingyen kapunk, csodálatos ez a nap, és remélem estig ilyen lesz. Már alig várom az estei bulit. A buli pedig nem maradt el. A Városligetben késő estig szólt a zene az idén 125 éves dohánygyár dolgozóinak. Nagy sikere lett, így várhatóan jövőre is lesz sörfesztivál Sárospatakon. Múlt pénteken és szombaton helyi táncosok és zenekarok közreműködésével, szórakoztató programokkal kiegészítve tartottak rendezvényt a Makovec téren, amelyen végül 1700 liter sört ittak meg a vendégek. Két este is megtelt a Makovec tér az első Sárospataki Sörfesztiválon, amelyet az egyik nagy hazai sörgyártó, valamint a város önkormányzata egy helyi vállalkozó közreműködésében szervezett meg. A kínálat széles volt, hétféle csapolt sör és egy cider várta a folyékony kenyért szeretőket. Fesztiválon az is kiderült, a borokhoz hasonlóan a söröknél is egyedi ízeket figyelhetünk meg egy kis odafigyeléssel. Komló tartalom, vagy hogy milyen komlót használunk a sör elkészítésénél. Ettől függően lehet ez keserűbb, vagy egy kicsit lágyabb sör. Ami még megkülönböztető a söröket, az, hogy milyen malátát használunk hozzájuk, tehát ugye az árpa malát az az alap, ebből készülnek a világos sörök. De hogyha búzát használunk hozzá, akkor már búza sör lesz, az is már egy teljesen más ízvilág. Illetve az sem mindegy, hogy a malátát mennyi ideig szárítjuk, illetve milyen hőfokon. Minél tovább szárad, annál sötétebb lesz maga a maláta, ebből már barna sör lesz. Tehát a barna söröknél már egy ilyen kávés, kicsit ilyen pörköltebb ízt is érezhetünk. Az ital kínálat mellett több kísérő program is zajlott, a bátrabbak sör kuponokért is játszhattak tréfás betegedőket. Egy kirakó valahol a főtámogatónak a logóját kellett kitenni egy kis folyadék kíséretében. John Deere húzás volt, ahol erős emberek mérhették vissza a tudásokat, és a mai nap folyamán még vidd végig az elképzelésedet, klasszikus sörivó verseny, és a sörponggal fejezzük be ezt a szép napot. Pénteken és szombaton is százak szórakoztak a téren, már abból is látszódott a sörök sikere, hogy péntek éjjel a teljes készlet elfogyott. Tegnap éjfélre valamennyi sör elfogyott, köszönhetően a támogatónak, mára sikerült föltölteni a kapacitást, tehát én úgy látom, hogy van jogosultsága itt Sárospatakon, és szeretnénk ezt kibővíteni, és az első alkalom után jövőre újra megrendezni másodszor, aztán ha van rá megfelelő igény, akkor harmadszor, ötödször és tizedszer is. Az első sörfesztivál alkalmával összesen 17 hektoliter sör talált gazdára, vagyis 3400 korsú sört fogyasztottak a fesztivál látogatók. A széphalmi emberek szerveztek programot a széphalmiaknak. A kastélykerti mulatság a település részen élők hagyományos programja, amelynek célja, hogy összetartsa az ott élőket. Idén is foci meccsel, csibefuttatással, karate és modern tánc bemutatóval, valamint favágó versennyel mulathatták az időt a résztvevők. A felajánlásoknak köszönhetően ételről-italról is gondoskodtak a szervezők. Primené Ignát Maria művésztanár festménykiállításának megnyitójával kezdődött az idei kastélykerti mulatság Széphalomban. A rajztanár festő Széphalmon nevelkedett, így szép emlékekkel és szívesen tért vissza szülőfalujába, és amint az a képeken is látható, nem felejtette el gyökereit, hiszen több festményen is visszaköszönnek Széphalom épületei. A faluban élők büszkék lehetnek a község értékeire, erről is szól ez a nap, mondja a képviselő. Kazinci kert, a Kossuth kert, tehát olyan tradíciók, olyan hagyományok, a történelem beszél itt mindenhol, ahol megy az ember, jár, jártában keltével a történelem visszaköszön, és én úgy gondolom, hogy ezt táplálni kell, ezt lelkesíteni kell, és ezt támogatni kell. Az országban és a világban élő folyamatokkal, az elvándorlással nehéz felvenni a versenyt,
és erre a városnak nincsenek is direkt eszközei, mondta a polgármester a kastélykerti mulatságok megnyitóján, de megtesznek mindent, hogy az itt élők megmaradását, ittmaradását segítsék. Direkt eszközünk nincs, röközkötöttség nincs, a fizetések olyanok, amilyenek. Ezt nem nagyon tudjuk befolyásolni, csak kevés lehetőségünk van rá. Mégis azt szeretném elérni, vagy azt szeretnénk elérni, hogy minél többen itt maradjanak, életük nagy részében itt képzeljék el a jövőjüket, és aktív és hasznos tagja legyenek ennek a városnak. Indirekt eszközökkel dolgozunk, és ezekben az eszközökben például ez a mai program is beletartozik. Széphalomban ez az egyik olyan rendezvény, amelyet kifejezetten az itt élők szerveznek meg. Mindig ugyanazok a segítők, akikre bármikor tudunk számítani, viszont úgy veszem észre, hogy azért, ha valakit már kétszer megszólítunk, harmadszor vagy szégyenletéből, vagy egyáltalán, de akkor eljön, vagy például a mai napon kellemes meglepetésért, mert kaptunk olyan felajánlásokat olyanoktól, akik eddig még ezt nem tették meg, és itt laknak a faluba, tehát ezt külön köszönjük nekik. A mulatozáshoz igen egyedi elemeket találtak ki a széphalmiak. Ilyen szórakoztató program például a csibefuttatás, amely hosszú évek óta a legsikeresebb program, és a gyerekek élvezik a legjobban a csibék-kakasok versenyét. Mozgásfejlesztés volt a téma az idei konferencián, amelyet a Sárospataki Alapítványi Tánciskola szervezett. Három vendégországból érkeztek partnereik, akik nem csak elméletben, a gyakorlatban is bemutatkoztak, hiszen a táncosok és énekesek a hétvégi pataki programokon is szerepeltek. Mozgásfejlesztés lehetőségei és módszerei az oktatásban, itthon és külföldön. Ezt a témakört dolgozták fel a 14. Nemzetközi Kisebbségi Konferencián, amelyet a Sipos György Alapfokú Művészetoktatási Alapítvány és a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat szervezett. A lassan másfél évtizedes múltra tekintő programon ezúttal ukrán, lengyel és erdélyi vendégeket is fogadtak. A mai témák a konferenciának a mozgásfejlesztés lehetőségei az oktatásban és módszerei is, itthon és külföldön. Azért kaptuk ezt a két címet, azért került be nem, mert itthonra felkértük olyan neves szakembereket, akik ebben a területen magas színvonalon oktatják a mozgást, illetve külföldön pedig azok, akikkel mi kapcsolatban vagyunk. Mint már említettem, 14. alkalommal rendezzük meg, és most is körülben köszönhetjük az erdélyi, az ukrajnai és a lengyel vendégeinket. Az előadók jellemzően testnevelők voltak, akik arra keresték a választ, miként segíti a testmozgás a fiatalok fejlődését, és hogyan hat egymásra a tánc és a sport. Konferencián nem csak szakmáról volt szó, valamennyi vendég tánccsoporttal is érkezett, akik szombat délután a városi rendezvényen léptek fel a nagy közönség előtt. Itt hangzott el az is, hogy a táncon keresztül tudják tartani a kapcsolatot a külhoni magyarokkal is. Annak idején azért indítottuk el, hogy az Európa Unióba való lépés után azért a határon kívüli magyarság magyar identitását is megőrizvén kölcsönösen kapcsolatba lépjünk egymással, ők utaznak hozzánk, mi utazunk hozzájuk, és természetesen azok a fiatal táncosaink, növendékeink, meg az ő fiatal táncosai egymással nyelv nehézség nélkül természetesen tudnak kommunikálni, megismerik az ő szokásaikat, az ő kultúrájukat, mert el is látogatnak hozzájuk, és így szerintem teljesen más szemléletű gyerekek fognak felnőni. A fesztiválon végül több mint 2 órás műsort adtak elő a Nemzetközi Konferencia résztvevői. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Gépészmérnököt és védőnőt képezhetnek jövő tanévtől Sátorai Újhelyen. Tanév nyitó a Comenius Campuson, 161 elsőéves hallgatóval kezdődik az első egyetemi tanév. Jubilált az újhelyi dohánygyár 700 alkalmazott a tradicionális vállalatnál. Kedves nézőink, Önök az M-Plain Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb szerda este 7 órakor várjuk Önöket. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!